Hogy szereted magad inkább apostrofálni? Újságíró, oknyomozó újságíró, gazdasági újságíró, tényfeltáró újságíró, Pulitzer-díjas újságíró? Szerintem az újságíró, Feri, nem, mert valójában tényleg ez részben gazdaság, részben oknyomozás, úgyhogy talán az szűkít a legkevésbé, úgyhogy újságíró. Jó, rendben. Sziasztok! Ez itt a Szamárpad első évad 25. adása. Velem van Bárdos Miki Luxemburgból, és mai vendégünk Brückner Gergely újságíró, Pulitzer-díjas újságíró, én pedig Stirlitz vagyok Luxemburgból. A pályafutásod az főleg gazdasági lapoknál indult, és úgy kezdted, hogy bank és tőzsde, menedzser magazin, figyelő, index, és most az index után Telex az új lesz, vagy már ez alakuló félben van. Most erről nagyon sokat akkor lehet, hogy nem fog mondani, mert ugye ez még egy csomó dolog, még szerintem, amit nem lehet kommunikálni. Ma van egyébként 2020. szeptember 28-a. Ezt azért is jó, ha elmondom, mert olyan gyorsan változnak a dolgok manapság, hogy nem állt, hogyha ehhez tudunk viszonyítani. Hogy ez gyakorlatilag ez már majdnem ilyen 20 év, nem Gergő? Vagy valami ilyesmire satszolom? Hát bőven alul tippeled, mert ugye én 96-ban végeztem a közgázon, tehát még így is kijön a 24 év, de valójában, és azt gondolom, hogy valószínűleg nem sok embert érdekel a gyerekkorom, de én már az általános iskolában is újságíró voltam, csináltunk az általános iskolában egy suli újságot, amire büszkén elmondhatom, hogy nagyon jó emlék, és egyben egy nyomorúságos kudarc volt, mert hát soha senki nem vett belőle szinte. 1,90-ért adtuk, mert annyi volt akkor az esti hírlap, meg a Népsport, és hát az osztálytársaink is azt mondták, hogy hát inkább tényleg esti hírlapot vesznek, mert azért abban több cikk van. De mi próbálkoztunk, az elején még napi lap volt, aztán átálltunk heti lapra, anyukák fénymásolták. Pont ezt akartam kérdezni, hogy sokszorosítottátok akkor fénymásolóval? A közeli OTP-ben ott dolgozott az egyik osztálytársam anyukája, ő fénymásolta, gyakorlatilag mi kézzel, géppel, mindenféle módon összeraktuk, és hát azt is elmondhatom, töredelmesen bevallhatom, hogy gyakorlatilag ott vesztettem el a hitelességemet, mert hogy annyira nem vették a lapot, hogy nem is szavaztak. Én a slágerlistáért én feleltem, úgyhogy hát egy kicsit felbrutósítottam a szavazatokat, hogy azért úgy tűnjön, hogy volt szavazat. De hát minden esetre csináltuk, és különböző rovatok voltak. De hát mindegy, ez a múlt, és aztán az egyetem mellett lettem hát valódi újságíró, vagy legalábbis így keveredtem le a bank és tőzsde című szaklaphoz. Egy kicsit beszéltünk a gyerekkorról, ha említetted, most én szerintem korrektebb a nézők felé is, ha elmondjuk, hogy én most nem csak mint luxemburgi magyar beszélgetek veled, hanem unokatestvérek vagyunk, és hát az egyik gyakorlatilag gyerekkorunk összes nyarát, teljes nyári szünetet együtt töltöttük, ugye, és ez annak köszönhető, hogy nagyapánk, Bárdos Lajos, egy valódi ilyen kolóniát alapított, egyrészt leszármazottak már akkor is szép számmal voltak, már ez nagyságrendileg 200 ember, másrészt meg hát vett egy nagyon nagy telket, és azon két ház, és hát ott mi unokatestvérek együtt nyaraltunk, és egyébként egy nagyon korai emlékem rólad, ahogy ülsz kint a kertben, a padon, ilyen szalmakalapban, keresztbe vetett lábbal, és újságot olvasol, és hogy aztán veled jöttem el a főtérre újságokat venni, ami nekem akkor ilyen nagyon felnőttes dolog volt, és szerintem te olyan 8 éves lehettél, vagy ilyesmi. Abszolút így volt, ugye két, hát ez bőven az internet előtti kor, én 73-as vagyok, és az egyik, amit csináltam, de hát persze csináltuk együtt is, az ugye a sportőrület volt, tehát a különböző igen. Eredmények, vagdosása, ragasztása, hát ilyen szempontból ugye mindent megőriztünk, de én valahogyan a politika iránt is érdeklődtem, emlékszem, ugye egy ilyen nagyon tiszta helyzet volt a mi családunk, tehát nagyon egyértelmű volt az átkosban is, hogy ez butasság, meg ez egy álvilág, és hát mai napig előttem van, hogy az összes ilyen
egykori kifejezés, amit ugye az akkori sajtóban lehetett olvasni, a 100%-os szavazatarány az elvtársi baráti légkörben zajlódó megbeszélések, tehát úgy megmaradt ennek az egésznek a, ugye ez a groteszk volta is. Ugyanakkor egy csomó, hát akkor még elsősorban persze magyar lapokat olvastam, és nagyon érdekelt az esti hírlap, a Magyarország, az volt, emlékszem, egy ilyen heti lap akkor abban az időben, és hát mindig is kicsit talán koravén, vagy ilyen már óvodában bőven olvasó ember voltam, nagyon érdekeltek az országok, a fővárosok, de valamilyen szempontból így végül is az egész világ. Ugye mind a két ágról nagy családból jössz. Szerinted ez hogy befolyásolta az emberekhez való hozzáállásodat, vagy talán azt, hogy ugye sokan voltunk, és azért elég sokfélék, hogy az ilyen sokféle szempont megértését, vagy ilyesmi, hogy érzel-e ilyen nyomokat? Ennyire tudatosan nem gondoltam át, de ugye egyrészt volt egy nagyon-nagyon széles hát nemzetiségi háttér, mert ugye német, magyar, román, szerb, lengyel, tehát valószínűleg a nem tudom, 8 legközvetlenebb felmenőm között mondjuk 5 náció felbukkant, ilyen szempontból tényleg egy klasszikus ilyen KUK történet. És valóban nagy család volt, nekem az édesapám még 7-en, édesanyám még, én azt szoktam mondani, hogy 13-an, hát ugye 11-en érték meg a felnőtt kor, de hát miért ne számoljuk a nagyon korán elhunyt testvéreket is, tehát ennyien voltak testvérek, ami még egy érdekes adat erről, hogy nekem Iker fiaim vannak, 11 évesek, és tisztán emlékszem, hogy a említett nagypapának, Bárdos Lajosnak a 101. meg a 102. dédunokái voltak, tehát borzasztóan nyílt szét lefelé az olló. Mi is 7 voltunk testvérek, én vagyok a legidősebb. Olyan szempontból biztos, hogy volt ebben egy ilyen nagyon nagyfokú, hát nem is tudom mi a jó szó, tolerancia, zajtűrés, hogy én például még az egyetemet úgy végeztem el, hogy 3 emeletes ágy, 6 gyerek otthon, 6 kis íróasztal, és hát úgy védekeztem a külvilág zajai ellen, hogy nagyon hangosan hallgattam valami zenét, fülhallgatóval, akkor végül is csak ugye egyféle zene érkezett be, és nem kell mindig arra figyelnem, hogy ki mit suttog vagy ordít, és hát úgy így tanultam, úgyhogy hát ilyen szempontból az biztos, hogy ez együttélést, a csokinak az elosztását, meg ilyeneket, azokat meg kellett tanulni, de hát amúgy azért olyan nagyon tudatosan nem gondoltam át, hogy mit honnan örököltem, az biztos, hogy egy nagyon szerető, meg nagyon jó hangulatú családban nőttünk föl, hát ez a bizonyos balatoni élet, a rengeteg sporttal, vadregénnyel, gyűjtőszenvedéllyel, később aztán ugye a fiatalkorral járó, nem tudom, túrákkal, kocsmázásokkal, éneklésekkel, hát ez egy örök élmény. Az én ismerősen közül messze te vagy az, akinek a legtöbb ismerettsége van, tehát azt hiszem, hogy ez neked elég meghatározó munkamódszered lett, hogy beszélgetni emberekkel, meg a nagyon széles körű ismerettséged révén gyűjteni olyan információkat, amit egy ilyen szoba újságíró alig ha tudna. Igen, azt gondolom, ez egy érdekes dolog, mert néha elhívnak ilyen műhelyekbe, szerkesztőségbe, hogy beszélgessek pályakezdő újságírókkal, hogy hát hogyan érdemes, nem tudom, tényfeltárni. És sokszor meg vagyok lőve, mert tényleg természetesen azt el tudom mondani, hogy hogy kell egy céginformációs rendszert használni, hogy kell adatot igényelni, hivatalosan kérdezni, milyen portálokon érdemes mozogni, de nagyon sok olyan kiváló kollégával szemben, akik leginkább valóban adatokat dolgoznak föl, és úgy keresnek összefüggéseket, én sokkal inkább a háttérbeszélgetésekben hiszek, meg valóban kialakult azért egy elég jó kapcsolatrendszer. Nagyon érdekes, tehát mondjuk egy céginformációs rendszerben azt látod, hogy valaki valakinek a cégtársa. És valójában, ha nem beszélgetsz a háttérbe, akkor lehet, hogy 30 éve a legjobb barátok, és azért vannak egy cégbe, lehet, hogy meg össze-vissza perelik egymást és gyűlölködnek, csak nem tudják feloldani azt a helyzetet, hogy összekavarodtak egy cégben egymás mellett. Tehát én azt gondolom, hogy valódi ismereteket, megbízható források és történetek elmesélése révén lehet szerezni. Ettől függetlenül természetesen nem spórolható meg ugye az a munka, amit a gép előtt kell megcsinálni, hogy az ember adatoljon meg, felkészüljön. De hát
főleg a vírus előtt én azért nagyon sokszor azt csináltam, hogy nappal jártam a kávézókat, és emberekkel beszélgettem, aztán hát este meg leírtam, ami összeállt ebből a dologból. Ez most egy kicsit tényleg megváltozott, tehát főleg április környékén akkor annyira mindenkinek az volt a default helyzet, hogy otthon vagyunk, hogy egy kicsit jobban nyitottak az emberek a csatornákra, tehát hogy telefonon vagy ilyen fórumokon is beszéltek, de sokkal kevesebbet tudtam emberekkel találkozni. Ugye említetted, hogy az előző kormányok alatt is nagyon sokat mentél utána ilyen gyanús közbeszerzéseknek, akkor ugye a Városháza különböző ilyen Hagyó Miklóshoz köthető korrupciós ügyein is dolgoztál például. Ugye sokszor elhangzik ez, hogy a magyar, nem tudom, közvélemény már nem érdeklik ezek a korrupciós ügyek, meg nem üti át így az inger küszöböt. De a másik pedig az, hogy ugye a legtöbb ember azt gondolja, hogy ugye a korrupció az azért rossz, mert hogy ellopják a pénzt, ugye szimplán. De hogy ennek azért nagyon sok más vonatkozása is van, ami a versenyre van negatív hatása, a kivitelezés minőségére, stb. Olyat néztél már például, hogy mondjuk nem tudom, hogy éves bontásban, vagy ciklusonként szoktak, hogy mennyien korrupciós pénz megy el így Magyarországon így egy ilyen időszak alatt? Tehát mennyi az mondjuk, ami ilyen állami beruházásokból mondjuk így magánzsebekbe landul, úgy hozzávetőlegesen? Nagyon sok ilyen korrupció kutató tanulmány van. Azt hiszem, hogy ez így azért nehezen megmondható, és egy bizonyos szempontból lehet, hogy most egy kicsit könnyebben is megmondható, mint korábbi időszakokban. Ugye abban a, mondjuk legyen ez a 2010 előtti világ, amikor nincs egy igazán integrált korrupciós mechanizmus, viszont nagyon sok erkölcstelen ember ahol tud lop, meg zacskóba visz, ott ugye nehezebb megmondani, mert újságíró módszerekkel kevésbé látszik. A mostani rezsimben én azt gondolom, hogy mivel az egész egy kicsit egy ilyen legális korrupció, tehát ez azt jelenti, hogy kihirdetik a pályázatot, azt magas nyereségtartalommal megnyeri egy baráti cég. Ilyen szempontból kicsit jobban lehet közelíteni ahhoz, hogy össze tudod hasonlítani, hogy mondjuk a kiválasztott, az állandó nyertesek, és ez megvan autóépítésnél, pályaépítésnél, kommunikációs tendernél, legkülönbözőbb iparágaknak, megvannak a rendezvényszervezőknél, mindenhol az állam által állandóan megbízott és magas nyereséghányaddal megbízott cégek. Bizonyos szempontból az ő nyereségük az egy elég jó mutatószám arra, hogy mennyi az ilyen irányított közbeszerzés. Én azt gondolom, hogy a korrupció, és teljesen egyetértek a kérdésben megfogalmazott állítással, hogy egyáltalán nem csak arról szól, hogy mondjuk így rossz érzés az, hogy emberek érdemtelenül elviszik az adófizetői pénzt, nem jó az se, de valóban van egy csomó olyan mechanizmus, hogy ugye a korrupcióval, a mutyival, az állami kapcsolatrendszerrel sikeres cégek, azok nem viszik előre a magyar gazdaságot, nincsenek termékfejlesztési, vagy egyáltalán semmilyen szempontból nem kell bankhitelekről tárgyalniuk, nem kell megbízásokat szerezni, mindent alájuk tolnak, de a többieket kiszorítják a piacról. És ugye minket nagyon sokszor kvázi el is kedvetlenítenek interjú alanyok, mert azt mondják, hogy hát hülye vagy, hogy írsz a korrupcióról, ezzel csak mintát mutatsz az egyszerű meggazdagodásra, ez senkit nem fog felháborítani vagy elriasztani, hanem hát ez egyfajta reklám ennek a gyors gazdagodásnak. Én ebben egyébként egyáltalán nem hiszek, mert ugye egyszerre lehet látni a magyar gazdaságnak a sikeres részeit is, az lehet, hogy inkább startup, meg külföldre dolgozó cég, vagy olyan mikrovállalkozás, vagy a gasztronómiában, a vendéglők között lehet valaki úgy sikeres, hogy nem kell, nem tudom, milyen igazságtalan előnyökhöz jutnia. Tehát lehet, hogy bizonyos szektorokban ez megvan, és mondjuk építőiparban nincs. De úgy alapvetően azt gondolom, hogy az egy nagyon szomorú dolog, hogyha ez válik mintává a fiatal vállalkozók előtt, hogy szerezni egy olyan mentort, akinek jó bekötöttsége van az államnál, mert akkor majd minden engedélyt két napra rá megkapok, zöld lámpám lesz a versenyhivataltól, a médiahatóságtól, nem fog csesztetni a számbevőszék, bankhitelt azt megkapom, a megrendelést megkapom, lesz referenciám, csak valójában ugye ennek megvan a plafonja. Tehát ez,
határon belül egy adott kurzus alatt működik, nem viszi előre igazán a magyar gazdaságot. Még egyébként az a típusú korrupció is jobb, mondjuk Romániáról hallottam, nem tudom, hogy így van-e, hogy éles és nyílt a verseny, de mindenki tudja, aki nyer, hogy 10%-ot le kell adni. Ez ugye jó. Az sokkal rosszabb, amikor a korrupciók versenyeznek, és az nyeri meg az állami megbízást, aki többet ígér, hiszen akkor valóban oda a minőség, a teljesítmény, akkor ez már ennek aztán a végső elfajult verziója, amikor eleve a állami közbeszerzést azért írják ki, hogy lehessen korrupciós pénzt eltenni, tehát semmi szükség nincsen arra megrendelésre, amit kiírnak. De nagyon sokféle fokozat van, mindenképpen az egész társadalomra hátrányos, tehát nem csak arról van szó, hogy valaki érdemtelenül gazdagodik, hanem torzít minden értelmes viszont. Nyugat-európai országban, meg mondjuk az Egyesült Államokban is nem csak az újságírók, vagy nem tudom, a civilek harcolnak ez ellen, mondjuk az állami korrupció ellen, hanem maga az állam is, illetve az államnak vannak ilyen szervei, mert ők is tudják, hogy ez nagyon rossz hatása van a gazdaságra, és ugye hosszú távon a saját gazdaságukat gyengítik, így meg a versenyképességüket csökkentik. Ez nálunk is mondjuk szerintem abban így lemérhető most már, hogy ugye szokták emlegetni, amit te is mondtál, hogy a külföldi versenyképesség az például ezen nagyon jól le lehet mérni, hogy az gyakorlatilag ezek a cégek, amik nálunk nagyon futnak, azok külföldön gyakorlatilag semmilyen megrendeléshez nem tudnak jutni, illetve most talán, nem tudom, Horvátországban tudnak stadiont építeni, meg szállodát, most már úgy látom, de hát az is olyan megkérdőjelezhető, hogy azok a tendereket hogy nyerték. Újságírói szempontból ez a úgymond rendszer szintű korrupció, vagy ez a fajta központosított korrupció, ezt te hogy éled meg? Ez jóval frusztrálóbbnak tűnik, mert mondjuk egy Hagyó Miklósnak a bukásában szerintem tevőleges szereped volt, azt mondhatjuk, meg mondjuk egy kevésbé központosított rendszerben nyilván a tényfeltárás az nagyot tud ütni. Egy ilyen rendszerben viszont mennyire érzed azt, hogy lehet direkt következmény, vagy pedig inkább csak rendszerellenség leszel, és kevesebb az esélye annak, hogy valódi hatása lesz mondjuk egy leleplező cikknek. Azt mindenképp túlzásnak érzem, hogy nekem valami nagyon-nagyon extra szerepem lett volna, mert azt hiszem, hogy ez nem igaz. Szerintem, ami nagyon érdekes, sok szempontból ez a központosítás, meg ez az integráltság, ez nagyon jellemzi a Fidesz, bizonyos szempontból ez egy óriási előnye is, ugye ez a mindenki mindenkivel összefog, senki meg nem kérdőjelezi a legnagyobb entitásokat, legalábbis a miniszterelnöknek a kompetenciáit, ugye egyetlen katonát sem hagyunk a harcmezőn, legyen az akárki, Borkai Zsolt, nem tudom, utolsó pillanatokig kitartunk mellette. 2015 azt hiszem, hogy azért volt egészen más a helyzet, mert például az MSZP-ben volt 3-4 olyan erőcentrum, amelyik egymást is gyalulta. Tehát, hogyha mondjuk az egyik nem tudott fölülkerekedni a másikon, de mindig volt annyi ereje, hogy egy másiknak az ügyét meggátolja, és persze arra is volt intelligenciájuk, hogy ugye az akkori jobboldali sajtóhoz szaladtak az ügyekkel, mert ugye az hát kvázi kritikátlanul, vagy elég rövid ellenőrzéssel is kapott az újabb baloldali történetekről, állandóan minden kiszivárgott, és ugye nem volt egy ilyen szempontból egy kompetens, egységes gondolat. Most nagyon más, egyébként akár a sajtón is, a sajtó nagyon sok szempontból azt gondolom, hogy mint a példája mindannak a változásnak, ami történt. Tehát, hogyha megnézed a jobboldali ilyen propagandisztikus sajtótermékeket, ott nem csak, hogy kritika nincsen, de ugye még azok a más által feltárt ügyek, előbb említettem a Borkait, vagy legutóbb most, amikor a Szijjártó Péter ugye a horvátországi jakton nyaralt, tehát ami ügy, azokat teljesen elhallgatják. Tehát olyan szempontból egységes a csapat, hogy ugye van benne egy ilyen valóságtagadás is, és nálunk egyébként sok szempontból rosszabb állapotban levő országokban, például Bulgáriában, ahol 300-400 üzletembert öltek meg az elmúlt két évtizedben, az ugyancsak irányított kormánypárti sajtó nem ilyen. Tehát lehet, hogy egy adott
ügy tálalásában mondjuk döntően azokat hallgatják meg, akik az ő narratívájukat táplálják, de benne vannak az ügyek a sajtóban, Horvátországban is, Bulgáriában is, tehát lehet, hogy ezek nem jobb a korrupció szempontjából, mint Magyarország, de ilyen szempontból a sajtónyilvánosságuk az egészségesebb. És ugye hát ennek az egészen extra példája az maga az adófizetői pénz, tehát hogy Magyarországon már megszoktuk, meg igazán fenn se akadunk azon, hogy a 100% adófizető pénzéből fenntartott elemek, azok propaganda célokat és pártpolitikai célokat szolgálnak, tehát a közszolgálati tévé az ugye nem tudom, az ország 50%-ának a politikai nézeteit harsogja, de olyan erővel, hogy gyakorlatilag ez karaktergyilkosság is, és belefér. Két napja olvastam pont az Index és a Telex ügyét, azt úgy tálalták, ugye most nemrég a napokban kiderült, hogy van egy nagyon bőkezű cseh adakozónk, aki 200 ezer eurót ajánlott föl ugye a Telex indulására, és ugye ezt úgy tálalta a kormányzati média, a Híradó, Hú, hogy eljátszották, elhisztizték ugye a politikai befolyásnak a látszatát, valójában jobb ajánlatot kaptak egy cseh milliárdostól. És ugye ebben az a szomorú, hogy az, hogy nem valós a dolog, semmilyen elemében időrendi csúszás is van, senki nem beszélt ezzel a cseh milliárdossal, nem kér érte semmit, nem tulajdon lesz, csak az, hogy ez tényleg belefér ez a nyilvánvalóan hasra ütött, ártó szándékú fake news a közszolgálati médiában is, nem csak a leghangosabb mondjuk az adott politikai oldalt támogató magánmédia cégek működésével. Hát sok szempontból azért ez, és még a másik, ami nekem erről eszembe jutott, ugye erről az új világról, hogy fokozat nincsen. Tehát én mindig azt gondolom, hogy ha az kerül bele, hogy ez nem tudom, ez miért nem magyar, az miért nem fideszes, az miért sorosista, ebben nem lehet megállni. Tehát a Kádár rendszer is ugye azért lehetett egy puha diktatúra, mert egy kemény diktatúrából jött vissza, de hát olyan nincs, hogy a demokráciából puha diktatúrát építünk, és megállunk. Ez kicsit nekem olyan, mint a extrém vallásosság, hogy oké, hogy vasárnap elmegyek misére, de hogyha tényleg azokat a dolgokat felfogja a hívő ember, amiket mondanak, vagy nem mindent a jó Istennek köszönhetünk, akkor miért csak egy óra, akkor miért nem 8 óra, akkor miért nem kezd föl minden nap reggel 4-kor? És ezt érzem ebben a működésben, hogy valójában nem lehet egy értelmes határt húzni annak, hogy milyen szempontból építed ezt a teljesen egységes kritikát, egyáltalán nem ismerő világot. Ez azért főleg a médiában azért ez tényleg azt hiszem, hogy elég okot ad a keserűségre, ami kialakult. Nekem teljesen úgy tűnik, ahogy kicsatornázzák így a pénzeket, mondjuk így az Európai Uniós ilyen támogatásokból, vagy az állami beruházásokból, hogy ez egy ilyen nagyon jól működő ilyen modell. Vajon ez ilyen organikusan épült fel, tehát így ezt folyamatosan találták ki ezt, hogy ezt az egész hálózatot, mert ezt egy ilyen, igazából úgy látom, hogy egy ilyen komoly apparátus kell ennek az üzemeltetéséhez, mert ugye ez folyamatosan hozzák létre a cégeket erre, ahhoz jogászok kellenek, ahhoz könyvelők kellenek, szóval aztán kellenek emberek, akik figyelik a pályázatokat, megírják a pályázatokat, elbírálják a pályázatokat, hogy ez egy ilyen nagyon ilyen zsírozottan működő gépezet, ami, és így folyamatosan termeli a pénzt. Nyilván az a pénz nem csak így magánzsebekbe megy, hanem gondolom ilyen különböző alapítványokon keresztül vissza a pártfinanszírozásba, meg a média vásárlásokba. Tehát azt akartam kérdezni, hogy ez vajon ezzel a koncepcióval jöttek ők már a kormányzásra, vagy ez így közbe alakult ki, ez ilyen jól, hogy ez ilyen jól működik most? Nagyon sok szempontból azt látjuk, hogy ez tényleg a felmelegedő béka esete, tehát ugye fokozatok vannak, 2010-ben valószínűleg senki nem látta azt, hogy mondjuk ilyen szintű ügyek ennyire visszhangtalanul átcsúszhatnak, nagyon azt gondolom, hogy mindenképpen volt benne egy ilyen fokozatosság. Nagyon érdekes, hogy én azt gondolom, hogy a pártfinanszírozás, mint fogalom,
az valamennyire eltűnt. Én szerintem sokkal inkább politikus finanszírozás van. Tehát ugye az a dolog, amikor régen azzal tudott tovább élni egy párt, rendezvényeket tartott, hogy finanszírozást szerzett, szerintem a hatalom szempontjából nagyjából okafogyottá vált. Tehát ha megnézitek, akkor mondjuk a Fidesznek, mint politikai családnak, vagy az ország felét képviselő valaminek az üzeneteit, azt már nem a Fidesznek kell elharsognia, ezek az állami hirdetések. Tehát ez a üzenjük Brüsszelnek, meg nehogy már a Soros röhögjön, ezt adófizetési pénzzel plakátoljuk ki, tehát ezeket mi fizetjük. Ez már nem kell a Fidesznek pénzzel rendelkezni. Nem tudok pontos számokat, de én azt gondolom, hogy a hatalom szempontjából a pártfinanszírozás, mint korrupciós elem, az már nem lényeges, hanem vannak ilyen különböző érdekcsoportok, és ami nagyon érdekes ebben a dologban, hogy sohasem elég. Tehát ugye nincs olyan, hogy valaki egy adott évben mondjuk 30 milliárd forintot ki tudott csatornázni az uniós forrásokból, és jól lakott, a következő évben azt fogja bázisnak tekinteni, és ahhoz képest akar fejlődni. Tehát nem azt mondja, hogy de boldog vagyok, én megint megcsináltam a 30 milliárdomat, annyit már tavaly is csináltam. És ugye nagyon nehéz ezt a dolgot egyre több embert jól lakatni, és azzal a mentalitással, ahogy nagyon összezár a politikai hatalom, azzal a maga a miniszterelnök szerintem végtelenül kiszolgáltatott ennek a csapatnak, hiszen ugye soha nem lehet elismerni azt, hogy mi loptunk egy-két ilyen nagyon-nagyon marginális esetet leszámítva, és ilyen szempontból annyira kifordult a világ, és most egy személyes élményt szeretnék elmondani, hogy rendszeresen történik az velem, én nagyon sok, ha úgy tetszik, Fideszessel vagy Neressel is normális viszonyban vagyok, tudok velük háttérbeszélgetni, elmegyek, visszaküldöm mondjuk az anyagot, hogy akkor én ezt idézném, mert nyilván nem tőlük idézek, de így látom a helyzetet pontos-e, és megkérnek, hogy írjak még róluk valami rosszat. Mert ugye, hogyha valami rosszat írok, az egy olyan védelmet jelent a rendszeren belül, ha támadja az úgynevezett, ugye mi nem annak tartottuk magunkat, de ha a balliberálisnak mondott sajtó valakit támad, akkor az biztos, hogy megvédi a rendszer. Több olyan eset volt, hogy valaki már effektíve megbukott volna, mert még a politikai családon belül is mondjuk túllőtt a célon, de hogyha követelték a lemondását, ha nagyon támadták, akkor az egy védettséget jelentett neki. És ugye ilyen szempontból tartom azt, hogy azért az nyilván minden rendszernek a célja, hogy jó minőségű emberekkel dolgozzon. Ez egy kicsit morális kérdés is szerintem, hogyha megnézitek, említetted, hogy ugye ügyvédek, tanácsadók, könyvelők dolgoznak a legkiválasztottabb cégeknek, és az az érdekes, és az egy szomorú dolog szerintem a gazdasági életben, hogy erre mindenki törekszik, tehát gyakorlatilag a legnevesebb tanácsadó cégek, a legnívósabb ügyvédi irodák akkor boldogok, hogyha kapnak megbízást ettől a úgy vélhetően eléggé megkérdőjelezhető csapattól, és ilyen szempontból az egyik legrosszabb reputációja a mi szakmánknak van, az újságíróknak, de közben, hogyha nálunk azt mondja valaki, hogy én az Origónál, nem tudom, a sportrovatban dolgozom, nyilván csak sportról ír, mégis körüllengi egy olyan illat bizonyos körökben, hogy hát akkor ő elszegődött a propagandához. De ugye azt a hídépítő mérnököt, aki a kiválasztott cégnél műszaki munkát végez, vagy a kiválasztott távközlési cégnél, nem tudom, call center-es, az semmilyen szempontból nem lengi körül, ugye teljesen jogosan nem lengi körül ilyen illat. Úgyhogy ez abszolút működik a gazdaságban, hogy ott van most a pénz, ott van most a feladat, akkor most nekik dolgozom. Csak hát ezzel persze mindenki konzerválja is ezeket a viszonyokat. Én mindig azt látom, hogy borzasztó nívós elemzések, meg politikai gondolatok születnek arról, hogy mi hogyan épült föl, született, mikor, mire gondolt, hatalmas stratéga volt, és aztán nem tudom, hogy nem a véletlen szüli ezeket nem úgy értem a véletlent, hogy teljesen tudatosság nélkül, hanem az, hogy az adott helyzetekben emelkedünk föl. Mondok rá egy példát, csak hogy értsétek, hogy mire gondolok. Ugye volt az Összödi beszéd. 2006, sokan azt gondoltuk, vagy én is azt gondoltam, hogy ez egy olyan esemény, ami lehet, hogy a Gyurcsány lemondásába kerül. Orbán Viktor pedig azt mondta, hogy 72 órát adok, ultimátum, mondjon le, az összes szocialista név szerinti szavazáson maradás mellett voksolt, összezártak mögötte.
mi csinált az Orbán? Ugye lehet, hogy azt gondoljuk, hogy egy annyira tudatos stratéga volt, hogy azt mondta, hogy ő még vár 4 évet, olyat kér, amit úgyse teljesítenek, viszont ezzel annyira magával húzza ugye a mélybe az egész politikai oldalt az összödi beszéd kínjával a Gyurcsány, hogy 2010 után jön az örök 2/3 meg a Kánoán, vagy lehet, hogy egyszerűen abszolút nem volt ez ilyen tudatosan átgondolva, csak akkor nem tudom, ez volt a kommunikáció, mert annyira felbőszítették a fideszeseket azok a gondolatok, hogy egy ilyen ultimátum kéréssel reagáltak. Szóval nehéz utólag megmondani, hogy milyen lépés, mennyire tudatos és mennyire fokozatos egy építkezés. Én azt gondolom, hogy ahol most tartunk, az 2010-ben még nagyon erős, meg nagyon szokatlan lett volna. Egy csomó ágazatnak a teljes megszerzése, akár tulajdonviszonyokat érintően egy csomó külföldi cég kiküldése, a nyugdíjpénzek befordítása, a kormányzati célokra, ugye a magánnyug. Tehát egy csomó olyan lépés történt, ami azért elsőre sok lett volna, hogyha mondjuk ezt egy 100 napos programban meghirdetik, de most már természetesnek tűnik visszafelé nézve. Gondolkoztam ezen, hogy vajon milyen ilyen kifelé vezető út van ebből így mondjuk így a kormánynak, vagy a kormány közé vállalkozóknak, hogy ezeket a pénzeket egy ilyen kormányváltás után így meg lehet-e őrizni, vagy legalábbis mondjuk nagy részét megőrizhetik-e, és van erre vajon valamiféle stratégia, és jogilag ez annyira le van-e védve, hogy ilyen azt gondolják, hogy ezt mindent el lehet vinni szárazon. Vagy egyáltalán nem számolnak kormányváltással? Sajnos erre csak egy elég keserű dolgot tudok mondani. Én azt gondolom, hogy két út van, és mind a kettő járhatatlan. Mm. Tehát ugye sajnos az egyik út az esetleges kormányváltás után az a lúzer jogállam, tehát ugye amelyik azt mondja, hogy ezeket az különböző módon összesíbolt vagyonelemeket jogállami módon esetleg perekkel, eljárásokkal próbálja visszacsinálni, nem? És ilyen szempontból azoknál, akik ugye ebben az időszakban nagyon megtolasodtak, vélhetően ott marad, mert azt lehet mondani, hogy egy kicsit torz logika mentén, de ezek ugye jogilag rendbe levő pénzek, mert ezeket a közbeszerzéseket kihirdették a magyar közlönybe, ezeket valaki megnyerte, és ilyen szempontból ott marad a vagyon. És hát van egy olyan, amit a 2010-től 2020-ig tartó időszak mutatott, csak ezt éppen ugye nem szeretjük, de lehet, hogy az igazságérzetünk meg az erős állam igény ezt indokolja, hogyha testre szabott, akkor kreált, célzott törvényekkel visszaszedik ugye ezeket a pénzeket. Mert ha egy kormányzat használja a rendőrséget is, az ügyészséget is, és olyan szinten mordul rá egy emberre, akkor az valószínűleg visszaadja, nem túl sok vagyon elem maradt egy csomó, vagy azon keveseknél, mert ugye azért azt sem mondhatjuk, amit előbb mondtam, hogy senkit nem hagynak a harctéren, akinek formális kormányzati tisztsége nincsen, néhány ilyen emberre azért ugye nagyon ráfordult a rendszer, a Simicska Lajosra, vagy a Spéder Zoltánra, tehát voltak azért ilyen történetek, és ilyenkor hát senki nem kezdett el féktelen pereskedésbe, hanem egy adott ponton azt mondta, hogy ne szevigyétek, adtok érte, amit adtok. Tehát, hogyha egy erőszakosan fellépő, az erőszakszervezeteket használó kormányzati fellépés van, akkor nyilván visszaszerezhető, csak az örökre kódol egy ilyen rezsimeken váltógazdasággal átívelő adókapokat, ami hát nem egy túl szép és nem egy túlzottan demokratikus vagy jogállami jövőt vázol föl. Nem nehéz, és nem nagyon van átmenet. Hát egy kicsit ilyen big picture-osan nézzük, szerintem az egész régiónak ez a legnagyobb problémája, hogy kicsit kifordítva a gondolatodat, mert ugye az, hogy most itt a 1990 utáni időszakban igazán nagy kockázatot nem futottak a korrupt politikusok meg üzletemberek, mondjuk a személyi szabadságok nem sérült, ez is egyfajta probléma. Kicsit hosszabb távon meg az a probléma, hogy ugye azért itt mondjuk már 2 generáción átívelően sem lehet tervezni, mert kifosztják a zsidókat, kifosztják utána
nem tudom, a polgárságot, a kulákokat, aztán jön a rendszerváltás, akkor a privatizáció útján lesz egy másik csapat, aztán jön a NER, és ő hoz helyzetbe embereket. Tehát valójában a magántulajdonnak egy ilyen hosszabb távú biztonsága, egy generációkon átívelő tervezhetősége, az borzasztóan hiányzik ebből a régióból. Ez sajnos azért a gazdaság magasabb régióiban is egy probléma. Tehát ez kicsit olyan, mint mi a Bárdos Deák Ágival, aki egyszer nekem írta, hogy rokonok vagyunk, de nyilván elég távolról. Hát igen, amikor még lehetett járni koncertre, volt egy, Kobuciban volt egy ilyen lemezbemutató koncertje az Ágjának, és utána mentem aláírást, vagy dedikálásra. Nagyon kevesen voltunk, úgyhogy hát örömmel és hosszasan elbeszélgettünk erről a családi száról, de nagyon... A koncert nem volt olyan jó, de nagyon lelkes volt, amikor erről beszélgettünk. Ő is, hogy a nagyapátok révén rokon, vajon úgy? Vagy igen, még, igen, hát így a származási hely révén, ami Borsodban van, aha, és ahol van egy falu, ahol rengeteg bárdos él, igen, mai napig, és a mi őseink is onnan jöttek el, és akkor így, hát az, hogy ez milyen szintű rokonság, mert nem biztos, hogy minden bárdos rokon, de ott ez a név nagyon elterjedt. Melyik falu ez? Lénárd Daróc. Aha. Miki jobban tudja, mert édesapja ugye föl is vette a Daróci Bárdos Tamás nevet. Aha. Kicsit kétséges, hogy büszkék lehetünk az őseinkre, vagy sem, de az a történet, hogy volt egy talán Péter nevű jobbágy, aki a török vezér, nem tudom, sátrába belopózott, levágta a fejét egy bárdal, és akkor innen jött a bárdos név, meg aztán valami nemesi címet, meg földet, meg mindenfélét kapott. És ugye a nagypapánknak, a Bárdos Lajosnak az egyik testvérét úgy hívták, hogy Deák Bárdos György. És ilyen szempontból érdekes, hogy ugye az Ági meg fordítva hordja, tehát, hogy Bárdos Deák, de valahogy kiderült, hogy ha nem is tudjuk visszavezetni, de viszonylag azért rokonok vagyunk.